Bagh nagyközség polgárainak régóta jogos igényük, hogy a település megítélése és ezzel karöltve a közbiztonság helyzete jelentősen javuljon. Ennek érdekében már több eredményre vezető bűnmegelőző folyamat indult el, de olyan nagy volumenűre, mint a közbiztonsági szoba megvalósítása, mindez idáig nem volt példa. A környéken egyedülálló közbiztonsági központról Tóth Gábor polgármesterrel beszéltünk. A közbiztonsági szoba, mint olyan, ez mostani teljesen friss fejlesztés, viszont az egésznek az alapjai 2007-re vezethetőek vissza, illetve pontosabban az akkori kampánynak egyik fontos szempontja volt, hiszen a községnek a közbiztonság, létbiztonság és jövőkép programjával indult ez a most regnáló vezetése, és már akkor láttuk, hogy ebben a községben csak akkor van hosszantartóan egy pozitív fejlődés és fejlesztés lehetőség, amiben a közbiztonságot tudjuk stabilizálni. Tehát 2007 környékén indult az első 11 kamerával közterületfigyelő rendszernek a telepítése, majd azt követően, hogy ez a rendszert láttuk, hogy hogyan működik, miként működik, mik azok az alap dolgok, amelyeket feltétlenül még kiegészítendő hozzá kéne tegyük. Ezeket a mostani időben, az elmúlt 4 esztendőben kezdtük tovább gondolni, hiszen gyakorlati tapasztalata nem csak nekünk, a térségünkben sem volt senkinek ezügyben, tehát én magam, mint az előbb elmondtam, mint rendészeti bizottsági tag, onnan is országos szintől is próbáltam ötleteket átemelni ebbe a projektbe, és ez eddig mindösszességében közel 30 millió forintjába került a községnek. Sajnálatos módon ehhez még pályázati pénzt nem sikerült szereznünk, de terveink, sőt, mi több pályázatunk is van, már működő pályázatunk beadva, amiben ezt a fejlesztést és te szeretnénk tovább vinni. Közterület figyelésben úttörő volt Bagh, de a prevenció jegyében a településnek szüksége volt további fejlesztésekre. Szóval mi szó, a községünk közbiztonsága az elmúlt évtizedek statisztikája okán indokoltá tette a különböző preventív jellegű intézkedéseknek a megtételét az önkormányzat részéről, és a térségünkben először Baghon létesült olyan közterületfigyelő kamerarendszer, akkor mindösszességében 9, majd 11 kamerával, amely a Gödöllői Kapitányság területén az első és egyetlen volt, amivel jelen pillanatban egy más dimenzióba léptünk át, hiszen most már ott tartunk, hogy 29 olyan kamera felügyeli a községünk közintézményét és közterületeit, amely a prevenciónak, tehát a bűnügyi megelőzésnek egy nagyon fontos lehetőségét hordozza magában. Ehhez most a műszaki feltételrendszer megteremtődött, és a továbbiakban szeretnénk mielőbb ennek a jogi kereteit is megteremteni, hogy bizony-bizony arról a nem túl vidám kis tábláról lekerüljön községünk, amely ugye bűnügyileg fertőzött területként van nevesítve országos szinten. A hatóságoknak nagyon nagy segítséget nyújt majd a közbiztonsági szoba. Későbbiekben szeretném bemutatni az érintett hatóságoknak, illetve a község lakosainak is, illetve a helyi újságokban, mindenféleképpen újságunkban szeretnénk a pontos helyszíneket is, ami egyébként részben törvényi kötelezettségünk is, hiszen a közterületeket felügyelő kamerákat, mint monitorokat nem akárki nézheti, ezt törvények szabályozzák, tehát a hatóságok, a rendőrség, polgárőrség ilyen szempontból egy komoly mankót, nagy segítséget fog kapni, hiszen egy folyamatos felügyeletet tervezünk későbbiekre. Jelen pillanatban este 10 és reggel 6 óra közötti intervallumban szeretnénk, ha a felügyelet megvalósulhatna. Ezáltal pont az éjszakai rossz fiúkat úgymond ki tudnánk a faluból, községünkből tolni és megelőzni azokat a bűncselekményeket, amelyeket sajnálatos módon elsődlegesen vagyon ellen követnek el itt a községünkben. A településen már kevesebb azon részek száma, amelyek ne lennének a kamerák felügyelete alatt. Milyen százalékban fedi le a települést ez az új rendszer? Jelen pillanatban a legfontosabbakat, úgy hiszem, már sikerül felügyelet alá helyeznünk. Ezen belül az iskola, aminek a belső kamerarendszere úgy szintén ezekre a monitorokra és rögzítőkre van kivezérelve. Ugyanígy a művődési ház, amely az elmúlt évtizedben igen-igen sok bűncselekménynek volt a helyszíne, sokszor törtekben roptak onnan. Az önkormányzat önmaga épületei is ilyen tekintetben már kamerák által vannak felügyelve, sőt az egyik orvosi rendelőnk is, ahonnan sajnálatos módon még a berendezést is rendelés idő alatt ellopták. Tehát egyik orvosi rendelőnk, a művelődési ház, az iskola,
és az önkormányzatunk már ezekkel a kamerákkal felügyelt. Egy orvosi rendelőnk és az óvoda az, ami még nincs ilyen tekintetben az önkormányzat intézményeiből lefedve. Későbbiekben pályázni szeretnénk további hasonló pályázatokon, és ezeket a kamerákat, illetve felügyeletet tovább bővíteni, fejleszteni. A községnek hát jelen pillanatban a legfontosabb gócai az M3-as behajtó, a 3-as út, útkereszteződés, ahol reményeink szerint hamarosan egy körforgalom is elkészül. Azok a közterületek, a temető, az óvoda környéke, az iskola körüli területek, ezek és a főútja a községünknek, ezek azt kell mondjam, hogy már felügyelet alatt állnak. Tehát a legdominánsabb része az már megvan, ami a község külső perem részét még esetlegesen majd a későbbiekben fontossá teheti. Magyarul a mezőgazdasági lopási károkat, egyebeket igyekezünk megelőzni. Az a második ütemben valósítandó meg reményeink szerint. A legfontosabb rész még egyszer a község jelentős közterületei és középületei már a kamerarendszer felügyelet alatt állnak. A kamerarendszer bevezetésével már csökkent a bűnözés Bagon. Ezt a folyamatot tovább erősíti majd a közbiztonsági szoba, amely példaként szolgál és ösztönzőleg hathat a környező települések bűnmegelőzési stratégiájának kialakításában. Én magam, mint országgyűlési képviselő a térségnek 16 esztendőt szolgáltam a magyar parlamentben, és ebből 8 évet a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagjaként. Tehát volt rálátásom országos szinten is, hogy hogyan működnek a hasonló rendszerek, és ennek egy leképezéseképpen indítottuk itt ezt. Hál' Istennek már Turán is vannak kamerák, és ottani rendőrről is már valamilyen szinten be van ebbe kapcsolva. Sajnálatos módon, hogy Aszódon még nincs hasonló, bízunk benne, későbbiekben ősztől az ottani önkormányzat is ezt fontosnak fogja érezni, és ők is csatlakoznak ehhez, hiszen már Ikladnak is van 2-3 monitor, illetve kamerája, talán már Domonynak is, és Aszód nagyon-nagyon fontos lenne ebbe a dologba, hiszen egy közlekedési gócpont, Nógrád, Heves, Pest megye, és még az a felső járság tekintetében is, tehát egy olyan közlekedési gócpont, amelyet nagyon fontos lenne a bűnügyi szempontokból felügyelni. Viszont egy biztos, hogy az, hogy Bag nagyközség azt a bizonyos negatív megítélést, amit az országos médiumokon keresztül is az elmúlt évtizedekben hát elért, ezt szeretnék mindenféleképpen visszaszorítani, és nem csak példaértékűnek lenne a többiek önkormányzatok előtt, vagy éppen települések előtt, hanem bizony-bizony saját magunk közlekedés és közbiztonságát ezekkel a kamerarendszerekkel segíteni, erősíteni, hogy az itt élő polgároknak a biztonsága és közérzete, az a komfortérzete jobb legyen, és Bagon jó és szép legyen továbbiakban is élni.